Itt vagyunk egy következő Minecraftos videóban! Hello, hello, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Nos, várjunk is bele, most ebben a videóban elmegyünk egy kicsit dolgozni, ugyanis csatlakoztam egy ilyen új bányásztársághoz, vagy milyennek a neve, és igazából annyi a lényeg, hogy itt fogunk igazából nagyjából úgy bányászni, vagy valami ilyesmi. Szóval, ja, elsősorban nemrég amúgy itt megismertem egy tök jó haveromat, szóval, ja, és vele őt megpróbáljuk valahol megkeresni, hogy mégis csak úgy mondd így merre lehet, aztán, ja, úristen, közben itt valaki kibányászta a talajt, hát nagyon okos volt, aki ezt csinálta. Mit nem mondjak, ott is van, hello. Hello, szia, csöcső, hello, Mizu van? Mizu van, látom, te már itt vagy már nagyba, itt már tolod a munkát, meg minden. Ciao, szia. Na, hát nem tudom igazából, jó, melót meg minden, aztán, ja, aztán majd én is jövök, meg ilyesmi. Nos, neked is, hello. Na jó van, oké, srácok, szerintem akkor szépen kezdjünk el bányászgatni. Szedjük ki ugye az érceket a bányász, ilyen, nem tudom, munkáltatónak, társaságnak, nem tudom, hogy hívjam őket. Szóval, ja, ez a lényeg, hogy úgymond neki kell érceket kiszedni, és kapunk közben Lucky Blockot is. Hallottad-e a mesét? Ezt nekem mondják? Ja, nem beszélgetnek, oké, akkor nem figyelünk oda. Jó van, oké, ők meg közben úgy van, mesékről beszélgetnek, vagy nem tudom, érdekes, na mindegy. Jó van, addig mi szépen bányászgatunk, milyen mesét. Na jó, akkor igazából hallgatózzunk addig, vagy nem tudom, jobb ötletem nagyon nincsen. Jól van, szépen a rejtélyes gyémánt bányáról. Rejtélyes gyémánt bányáról, ja Istenem, ilyen meséket kitalálnak itt, hú. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan ezt elhiszik az ilyen meséket, de hát ezeket nem szabad. Ezek csak mesék. Elvileg egy ládában van leírva. Jaj, vicces. Na jó van, meguntam. Inkább nem hallgatom őket. Hú, na jó van, menjünk szépen arrébb bányászni. Menjünk a bánya végébe, ott biztos nincsenek. Ja, itt mondjuk így biztos nem lesznek. Jó, itt is van amúgy a havarom, ő is itt bányázgat, szóval igazából tök király. Jó van, na, szépen akkor ezeket is szedjük, itt jó sok arany van. Szépen, ezeket szépen kiszedjük az összeset, mert itt azért bőven van arany királyság, jó van. Oké, na, annyi lényeg, hogy kb. Úgy mondjuk 64, nyitok kettő, le, ó, itt egy chest. Itt egy chest, és itt egy könyv. Wow. Ás le. Itt egy, ás le, ás le. Ez nem tudom mi, de oké, kinyitjuk a Lucky Blockot mi is szerintem. Ó, kaptunk izét, kaptunk ilyen könyvespolcot. Oké, azt írja a láda, hogy ássak le. Hát oké, leások, na várjátok, itt mellette leásunk. Nézzük meg, hogy aha, na várjatok már. Miért lefele ásol? Találtam egy, hallod, mit találtam? Találtam egy ilyen nagy gyémánt bányát, hallod? Találtam egy óriási nagy gyémánt bányát, gyere már le, hallod? Mennyire menő már, wow! Nézzük már le, várj, vizé, jaj, hogy mások ne lássanak meg. Ezt be kéne fedni. Oké, okay, jó, oké, okay, befettem. Úristen, mekkora nagy, Jézusom, úristen, mennyi gyémánt van itt! Jézusom, mennyi gyémánt! Atya úristen, oké, okay, oké, okay, azt hiszem, hogy gazdagok vagyunk. Ja, úristen, ez mennyire durva már! Milyen gyémántot találtunk már, srácok? Úgy, jajaj, mobok! Miért vagy itt ennyi mob? Jajaj, nem, ez így nem jó. Van egy fakard. Jajaj, Lucky Blockod adta? Gondolom a Lucky Blockja adta a haverunknak. Jajaj, oké, ezeket valahogy meg kell ölni. Valahogy intézzel, próbálok neked segíteni közben így hátulról. Jézusom, mennyien vannak. Jézusom, mennyi mob ide lesz onnan. Szerintem Lucky Blockot ne itt rakosgass le, mert TNT-t is beadhat, az meg felrobbantja az egészet. Úristen, oké. Jaj, Istenem, srácok, mennyi gyémántot kaptunk már! Jézusom! Úristen, ezzel a gyémántmennyiséggel örökké kiúzzuk, mindig, végig, azt a... Hú, ebből olyan luxus házat lehet venni, meg mindent, nagyon menő. Nagyon van, csak a miénk. Jaja, hát mondjuk végül is oké a miénk, én találtam meg minden, de hát jó, igaz. Igazából te is itt voltál, meg minden, szóval, ja, és milyen haverok vagyunk, meg minden, ezért a... Én szerintem akkor ugyanúgy, hát így, én szerintem akkor lehet ilyen 50-50, mert tehát tudod a tied is, enyém is, azt ilyen izé, tudod, ilyen közös, meg ilyenek, szóval, ja. Én szerintem van itt azért bőven mennyi, hát 50-50, te is tudod, az 50%-a a tied, másik 50%-a az enyém, 50, hát ja, hát nem, figyelj, én találtam meg alapból ezt az egészet, hát, na mi az, mi a baj, mi van? Mi a baj az 50%-a, hogy nem értem? Alapból én találtam meg a bányát, szóval igazából örülhetsz annak, hogy én megtaláltam meg, különben te nem találod meg. Szerintem nekem járna több. Mi az, hogy neked járna több? Miért járna neked több? Most ezt én nem értem. Miért járna neked több? Hát mert több ideje dolgozok itt.
Értem, és te megtaláltad volna ezt a gyémánt bányát? Nem találtad volna meg ezt a gyémánt bányát. Én találtam meg, szóval ennyit erről az egészről. Mondjuk baráti ajánlatként 80... Én kapok 80%-ot? Na, király, köszi. Akkor jó. Hát akkor én kapok. Te kapsz 80%-ot? Na, figyelj már ide, én találtam meg a bányát, jó? Tehát én mutattam meg neked, hogy itt van. Tettél az én bányámba, hogyha nem szólok neked, akkor az egész az enyém lenne, és neked egy darab se lenne. Szóval, szerintem ez nem így megy. Én azt mondom, hogy fele a tiéd? Nem érdekel. Na jó, ne csináljuk már ezt, jó? Ne játsz már ezt el, mert ez nagyon-nagyon gyerekes, jó? Tehát, hogy ilyet szépen ne. Ilyet ne csinálj, szerintem, mert ilyet nem kéne. Gyerekes? Igen, gyerekes. Azért, mert te is tudod, hogy én találtam, ilyen a világ. Mi az, hogy ilyen a világ? Én találtam meg a bányát, te jöttél le az én bányámba, hagyjál békén, jó? Fogadd el akkor a 90... Na, biztos, hogy nem. Nagyon-nagyon elhitted. Nagyon-nagyon-nagyon elhitted. Jézusom, de annyira buta? Annyira buta? Biztos? Biztos, hogy nem. Hagyjál szép... Jaj. Itt izé van... Te mit csinálsz? Te most komolyan? Most ez komoly? Most ezt komolyan gondoltad? Na, úristen, na jó van, nem hiszem, elfogadod? Nem fogadom el, hagyja békém, nem. Úgyse fogsz tudni meg, úgyse fogsz merni megölni. Jobban jár rá, nem fogsz... Jaj, oké. Jó van, oké. Ez így nagyon nem lesz jó. Gyere ide most, nem megyek! Hagyja békén, biztos, hogy nem megyek. De, Istenem, most miért kell ezt csinálnod? Hallod? Te annyira nagyon na jó, az ilyen emberek, úristen. Úristen, az ilyen embereket annyira nagyon nem bírom, de komolyan. Komolyan van, aki ennyire buta? Komolyan van, aki ennyire buta? És most mit csinálsz? Most bezársz engem egy gyémánt börtönbe? Gratulálok. Gratulálok, köszönöm szépen. Köszönöm, tényleg, valóban, gratulálok. Jó, Istenem. Ez de jó amúgy. Tényleg, nagyon örülök. Tényleg, nagyon király. Ennyit rólad. Jó van, király. Oké, és nagyon jó. Hát nagyon jó, oké, jó van. Na mi van, ennyi... Jó van. Mindegy, én inkább nem is mondok semmit, amúgy van csákenünk, szóval bármikor kibírunk kb. Jutni. Na jó van, miért rakottad a fát? Miért rakott random fát egy chestbe? Oké, ez nagyon-nagyon érdekes, de mindegy, hát oké, én kiveszem ezt a fát. Jó van, oké, csináljunk már egy gyémánt szettet. Ne piszkáld a cucca, jó, nem piszkálom, nem is érnék el oda, de hogy is. Csináljunk már gyors egyezét, csináljunk már gyors mi is egy gyémánt cuccot, na várjátok, jó van, oké, jó van. Nem kell neki az 50-50%-et, akkor jó van, oké. Bosszút állunk mi rajta, eléggé csúnyám. Na figyeljetek, csinálunk szépen egy gyémánt sárkányt, így is van, gyémánt kard, nagyon jó, ássunk szépen kifele, na hol is vagy, hol is van, hova ment, oda felment, oda nem felment, elkezdte az egészet kibányászni, na jó van, oké, elkapjuk, nem ott van, jaj, hogy nem vettem észre, na jó van, oké, na figyeljetek, na várjátok, hogy kéne ezt csinálni, be kéne valahogy zárni, oda, jó, oké, bezártuk, ha! Na mi a, de megijedtem, mi történt? Hogy tűnt el az egész? Azt látod, hogy eltűnt az egész? Nem tudom, mi történt, de... Jaj! Gyémánt bal tervileg amúgy erősebb. Te boszorkány! Milyen boszorkány? Látod, hogy eltűnt az egész? Jézusom! Na jó, üssük szét baltával. Balta az azt hiszem, hogy erősebb, ugye? Ezt nagyon sokan mondtátok majd, hogy a balta az erősebb, mint a kard. Jézusom! Elég, jól van, oké. Feladod? Megadod magad? Add meg magadat, feladom, na azért, dobd el szépen a szettedet most azonnal. Úgy van, ennyi volt. Na, szépen dobd el a csákányodat is, dobd el a csákányt. Dobd el szépen a csákányodat, jó? Oké, na gyerünk. Hogy jutottál ki? Oda raktad a fát mellém, gratulálok. Gondolom, hogy az a saját fád volt, amit te hoztál, de nem tudom, hogy lehet valaki ilyen buta. És elérted? Igen, elértem, ott volt mellettem. Na gyere szépen, hogy? Hát ott volt mellettem, elértem. Na gyere szépen, köves, és dobd el a csákányodat? Dobd el szépen a csákányodat, dobj el mindent, ami nálad van. Gyerünk, utolsó esély, csak szólok. Dobj el szépen mindent. Eldobtam a csákányt. Aha, nem dob. Tehát tényleg eldobta. Jó van. Azt, vagy nem? Nem, de eldobta, oké. Mi van még nálad? A gyémántokat is dobd el. Gyerünk, minden dobj el, amit te vettél fel. Mindent, ami nálad van, így van. Jó van. Úristen, mennyi cucca van. Jézusom. Oké, van pár lucky blokkja is, jó van. Na, akkor van egy jó írem. Nyomás befelé a börtönömbe. Haha, jó van, oké. Na, szép mondod, bemész. Nagyon király, oké. Na, várjál, kicsit menj arrébb. Na, volt még a gyémánt kard is, jól van, oké. Na, ide szépen bejöttél, nagyon király, és akkor szépen ezt is szerintem rá is zárjuk, nagyszerű. Jól van, észre sem vetted. Hát, ja, nem vettem észre, de mindegy. Na jó, még ütöget engem, halljátok. Na jó van, ennyi, megszívta, haha. Na, így akarjál velem kiszúrni? Csak szólok, haha.
Na jó van, oké, szerintem akkor ezt így megnyertük, azt hiszem. Add a lucky blokkot legalább. Nem, kinyitom akkor igazából inkább én a lucky blokkot. Istenem, ó, kaptunk aranycuccokat, nagyon menő. Van egy egész gyémánt bányás srácok. Jó van, oké, gyere szépen ezeket kinyitogatjuk. Milyen íjat kaptunk már, jó. Ezt a lucky cardot eldobjuk, ez nekem nem fog kelni. Utolsó lucky blokk, és facuccok. Hát ez eléggé noob dolog. Kessék, kapsz egy faásót. Na srácok, köszönöm szépen, hogy jutottok fel a videóban. Szerintem az ötlem támad, hogy kívom erre a rendőrt, mert igazából meg akart engem ölni, szóval ja. Igazából ennyi, van egy csomó, hogy mentünk, haha. Na srácok, köszönöm szépen, hogy jutottok fel ebben a videóban. Ha tetszett, dobtok egy like-ot, fel a csatornámra, meg minden. Tágszanak közebb, én Dani voltam, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!